nagyon sok vagytok. Gyertek beköszönésre. Itt morog ez a köcs. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb túlélő részhez. Igen, eléggé rég volt túlélő, elnézést kérek szépen, hogy ennyire tolódott a Minecraftos sorozatok folytatása, de nem baj, most itt vagyunk újra. Remélem mindenkinek jól telt a suli kezdés, ugyanis már szeptember van. Suli kezdés alkalmában, mivel tudom, hogy nagyon sokan nehezen viselik a sulit, nem szeretik a sulit, ezért arra gondoltam, hogy megdoblak pár Minecraft videóval benneteket, csak hogy suli után fáradtan, házi feladat után, miután mindenki megcsinálta a leckét, megtanult, azután tök jó lesz, hogyha majd megnézi a videókat, a jó kis Minecraft videókat, szóval remélem okoz nektek annyi kis kikapcsolódást ez a kis sorozatom. Akkor én fogalmam sincs, hol vagyok. Mint úgy értem, hogy ilyen könnyű, hogy csak tépésztek utánam. Mármint, hogy olyan rég játszottam szokásosan a túlélőmmel, hogy azt sem tudom, hogy mi fán terem a bagoly. Azt tudom, hogy elkezdtük a Netherben építeni a kis kuckót. Ebben a részben mindenképpen azt szeretném folytatni. Gizella, óvatosan, jó? Ha? Wait. Wait a damn minute. Ő ki? Ő ki? Nem csak hárman voltunk? Elnézést, te! Megmondanál, hogy honnan jött? Na jó, menjünk aludni, és utána ezt megbeszéljük, mert én nem emlékszem, hogy 4 kutyám lett volna, de kövezzetek meg, lehet, hogy amúgy tényleg 4-en voltunk, de várjatok, nekem ezt most meg kell néznem. Nem bírok lenyugodni. Hol az a videó? Ezzel be is fejezném. Egy, kettő, három. Hogy azért igaz, hogy nem hárman vannak az utolsó videómban. De én látok azért változást. Igen. És a végén a videómnak nincs ott kutya a csónakban. Nézzétek meg a videóm. Az utolsó Mike, kisgutya, Gizella, és ki a harmadik? Ő negyedik? Ki vagy te? Hogy? Hogy? Ki csalt meg kit? Halljam. Mike? Mike, menj onnan! Bekap egy hatalmas nagy... Mike, menj, menj, Mike! Gyere ide! Tinta, polip, tinta, hal, kutya, paska, róka, gyere be ide, Mike! Szóval, Mike. Épp beszéltem hozzá, mit tologatod? Rossz kis fiú. Figyelj, Mike. Ne nézz hátra. Ne nézz hátra, Mike, mert csalódni fogsz az asszonyba. Figyelj, Mike, beszélnünk kell. Te vagy az első kutya. Ő akarom, hogy a második Mike 2.0 Isten nyugasztalja. Ide figyelj rám. Ő itt a fiad. Igen. Direkt megjelöltük egymást, hogy ne keverjük össze a másikat. Szóval ugye a sárga a fiad, akit Gizikétől, Gizellától, nem tudom már mi volt a neve, kaptad, tudod? Emlékszel? Hárman voltunk. Ne nézz hátra, tényleg ne nézz hátra, mert csak csalódás ér. De úgy tűnik Gizi megcsal. Gizi megcsal, hallod? Te ezt érted? Igen. Hiába nézel, Gizi! Hiába nézel! Hiába nézel, Gizella! Miért
fordítottam azt neki, hogy Gizella. Biztos valami normális neve van amúgy. De van itt egy negyedik kutya. Rohadtul nem tudom, hogy honnan jött, de szerintem ez egy full véletlen, mert direkt megnéztem az utolsó túlélő videónkat, és akkor még nem volt ebben a csónakban egy kutya. És nem emlékszem arra egyáltalán, hogy mikor szelídítettünk meg egyet. Tényleg, ez egy örök rejtély marad. Ez egy... De most így honnan tudjam, hogy ő ki? Várjatok, meg kell különböztetni. Ezzel milyen szín lesz? Ez kék, nem jó. Májka kék. Ezzel világos szürke lesz, de akkor az egybeolvad. Legyen rózsaszín. Nem jó, várjál, gondolkozom. Te, valami. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok kutyám lesz hirtelen. De amúgy lehetséges egyébként, hogy csak én vagyok az idióta, és ti meg emlékeztek rá. Hol egy szín? Egy színt szeretnék. Valaki adjon már egy színt. Jó, hát akkor legyen rózsaszín. Mit bánom én? Legyen rózsaszín. Nincs időnk nekünk itt különböző virágokat fogdosni, elkapni, mert nekünk menni kell tovább. Csak közben jött ez a furcsa jelenség. Hát nem tudom, hogy hívjam. Szerintem... Nekem gyanús ez a kutya. Én úgy gondolom, Gizi keze van ebbe. Tessék, rózsaszín. Nem, Gizi, ne fordíts hátat. Így van, nézz szembe a dolgokkal. Szóval Mike, ő itt Magic Dog. Magic Dog, ő itt Mike. Remélem, nem lesz itt probléma. És meg tudjátok beszélni. Én nem láttam, a nézők nem látták, ezt csak ti tudjátok, hogy honnan jött Magic Dog, mi történt, oké? De most már az engedélyem nélkül ne legyünk többen, jó? Hát így is elég sokan vagyunk. Oké, na. Nézzük. Jó kis gyémántcsákány. Amúgy nekem is kéne ennem, basszus. Kisütöm a húsikat. Így. Mindjárt meg is nézem akkor azt, hogy úristen, már eltörik mindenem, úgyhogy csinálunk a kardot. És megnézem, hogy haladunk. Oké, kard, Igyi baba. Szuper! Csináljunk csákányt is, biztos van amúgy, de... Sose elég. Minden van rajta, ami kell. Mindenki ott ül szépen! Na, menjünk. Nézzük meg. No! Akkor itt azt mondtam nektek, azt terveztem... nevettem. Mindegy. Azt terveztem, hogy ilyen üvegfalasat akarom megcsinálni, de olvastam a komment szekciót, és azt írta néhány ember, hogy szerintük felesleges üveglappal foglalkozni, hogy ne legyen üveg. Most nem tudom pontosan, hogy miért, ezt már nem olvastam. De én hallgatok rátok, mert ugye már együtt játszunk. Úgyhogy nem fogok csinálni olyat, hogy csak üvegfal lesz, vagy mit tudom én. De viszont itt valami emeletes kis kastélyszerű szerettem volna ilyen bástyát építeni. Nem maradj már a fülembe! Basszus, valaki beszélne! Hallod? Nem, mert nincs egy füled. Értem már. Azt a kutya meg a macska rúgja meg. Hát. Jó, menjünk innen vissza, oké? Megnéztük, tök szép, minden jól van. Enni szeretnék egy kicsit, jó, köszönöm szépen. Sziasztok. Ne nézz hátra. Mike, ne nézz hátra. Oké. Ez a Gizi, ez egy lotyó. Olvasom a komment szekcióba, hogy adtatok ötletet, hogy mi lenne, hogyha ilyen zúzott kőből itt fönt. Ó, este van, kikinyug a lomban, feketén bowlingat az Eper Falombia. Jó éjszakát! Szóval, folytköv, hogy mi lenne, hogyha az utat, hogy csinálnék egy utat minden épülethez, és akkor így összekötném őket zúzott kőből, ami amúgy nem rossz ötlet, és ez hogy néz ki, és ezt miért nem fejeztem be, te jó ég? Azonnal orvosoljuk a helyzetet, hol egy balta, ki is vágom közben, miközben pofázok. Szépen vágjuk itt ki,
Itt egy ágy, ez az ágy, ez nagyon idegesít, na végre. Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy? Szóval akkor csináljunk egy útrendszert, én azt mondom. Nézői kérésre ezt meg fogjuk csinálni. Kívosan kivágom itt azért, mert már nagyon idegesített. Igen, itt volt egy ilyen felesleges, itt volt igen a bárányoknak egy része. Ilyen kis rétszerűség. Még mielőtt a farmot megcsináltuk. Szerintem nagyon jó lett, az életem legjobb munkája lett ez a farm. De nektek is nagyon tetszik, úgyhogy ennek örülök. Úgyhogy ezt szépen innen szétszedjük. Hogy egy kicsit azért szép legyen ez a birodalom. Mert amúgy úgy szeretném megcsinálni, mivel eléggé nagy területet foglaltam itt be, hogy azért szép legyen, és egy ilyen kis faluszerűséget szeretnék ide, úgyhogy majd keresnünk kell falusiakat, akiket elrabolunk, vagyis jóban leszünk velük, és akkor ők szeretnének ide költözni. Természetesen semmit sem erőszakolunk senkire. És szeretnék vasgólemet, mindenképpen ilyen biztonsági őröket szeretnék ide rakni, mert eléggé nagy a tér, és hiába fáklyázzuk ki, a kis bunkó állatok, szörnyek beszpónolnak ide. Kapják be. Szóval itt most már szigor van. Beszigorítunk a Minecraftba. Puk! Oké. Ezzel ezt meg is csináltam. El kéne kezdeni akkor ezt a kő, zúzott kő utat. Akkor zúzott kőből legyen, nem? Azt mondtátok, hogy zúzott kő út legyen. Nem tudom, hogy fog kinézni. Nézzük meg. Mondjuk amúgy innen el is indulhat egyébként, mert itt zúzott kő lépcső van amúgy is. Úgyhogy várjatok. Megnézzük. Puk, puk, puk. Szerintem nem lesz rossz, figyeljetek. Felextrémezzük majd, hogy ilyen szép kis korlátokat fogunk csinálni. Meg ilyesmi. Úgyhogy legyen az, hogy ezt a kettőt mondjuk elkezdem összekötni. A három sor széles, az széles, széles az nagyon hosszú? Nem, az úgy jó lesz, az úgy jó lesz. Mert amúgy, látjátok, ugye sok sinem van, szeretnék majd olyat, hogy összekötöm akkor őket egy ilyen háromsoros kő járdával, meg ilyesmi, és akkor majd rá így középre mondjuk, nézzétek így, például rakok majd ilyen sínrendszert. Később. Legalábbis ez a terv, hogy akkor tudjunk ilyen lazába közlekedni, bár szerintem úgyse fogom használni, de jól néz ki! Na! Csinálunk vasútrendszert is mindenképp. Ezt figyeljétek! Hoppá! Ne ezt, amikor bénázok! Mindig akkor mondom, amikor bénázok. Így végig rakom. Még itt még tök is ilyen losz ki. Mi? Úristen, mi volt ez a mondat? Nem tudok magyarul! Úristen! Tökéletesen jól nézett ki! Vagy jól néz ki! Hú, na jó. Lehet nem kéne beszélnem ebbe a videóba. Lehet jobban járok, de még többen magam. Az a nyelv, az nem tudom mi volt, ne haragudjatok. Véletlen hoztam létre. Oké. És akkor... Itt pedig... Egy Sanyi mellett kéne, igen, Sanyi fája mellett kéne itt feljönnie egy lépcsőnek, szóval nem ragozom túl. Na, ez tök jól néz ki! Nekem tetszik! Remélem nektek is. Várjatok. Így. Nem ezt! A másikat! Oké, okay. És akkor ezt itt összekötjük. Écsni! Szépen összekötjük. Hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz szép. Lehet azért is vagyok ilyen béna a Minecraftba most, mert nagyon rég játszottam, de igazából nem biztos, hogy van sok változás, különbség, mert eddig is béna voltam benne. Pedig már vagy 10 éve játszom biztos. Na mindegy. I'm dying. Help me. Béna. Oké, undorítóan, azaz szépen összekötöttük, majd ezt majd megcsináljuk jól, de most szeretnék foglalkozni egy kicsit a Netherrel is. Itt vagyok, megjöttem. Sziasztok srácok, te jóságos ég, te jó sokan vagyunk.
Amúgy valaki eljöhetne a hardcore sorozatomba. Mondjuk Magic Dog. Véletlen rossz sorozatba spónoltál le. Véletlen rosszba spónoltál le. No. Akkor menjünk szépen vissza. És nézzük, mit szeretnék oda. Hát ilyen kis bársaszerűen kéne megcsinálni. Hozok még létrát. Van nekünk zúzott kövünk. Király. Meg fenyőfa ajtó. Igen, szerintem azt is oda akartam vinni. Úgyhogy menjünk szépen át. Üdvözlök mindenkit! Ja, itt vagyok. Megjöttem. Akkor. Ezt szépen itt kiütjük. És... azt csináljuk, hogy... így. Tökéletes. Kimegyünk. És... csináljunk még egy emeletet. Nem tudom, hogy milyen magas legyen. Szerintem legyen ilyen kilátó része is. Úgyhogy most ebben a részben megcsináljuk az emeletet. Még egy emeletet. Mondjuk... valóban a feljárót is meg kell majd csinálni, úgyhogy... lehet, hogy így lesz. Hogy itt legyen? Tudjátok mit? Itt lesz majd a feljáró. Ide rakok egy lépcsőt. Lépcsőt? Létrát! Pik, 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 pik! Szerintem tök jól fog kinézni. Hú, olyan hangosak vagytok, már megpusztulok tőletek. Hello! Nem gondoltam volna. Már elszoktam ezektől a creepy hangoktól amúgy. Na mindegy, folyt köv. Jó. Jaj, várjatok. Lehet, hogy meg kéne különböztetni az emeleteket. Mármint tudjátok ilyen menő csíkot csinálni. Mondjuk legyen sötétű egy deszkából. Csak nem gyulladt föl. Hogy csináltam én ezt az előző részben? Ez nagyon undorító. Na így. Mit török az ég a pokolba? Igen, és itt ezt ki kéne hagynom. Igen. Igen, itt elég undorítóan csináltam meg. Nem baj, nem baj. Ú, és tök menő lenne, figyeljetek meg, hogy mondjuk innen csinálnék egy ilyen hidat, majd erre, és akkor úgymond egy emelet az emeleten. Ú, milyen jó sisakja van neki. Elcsered nekem azt a sisakot, arra adok arra egy rudat? Bár amúgy akkor csinálnék egyet, nem értem. Ez így szerintem jó lesz. Jó. Akkor szerintem ez itt kész. Be is temetjük. Au. Így. Kész. Na, be is fejeztük. Ezt a lámpás hogy lehetne? Mondjuk így. De jó! Esküjól néz ki. Au. Akkor igazából... és hogyha ezt kiütöm, ugye visszakapom a lámpát. Hú, oké. Okay. Akkor ezt a két lámpát, ezt hazaviszem. A bányába. Ott jobban díszelegne. Jó. Viszont akkor itt azért rakok fáklyát. Meg majd ablak is kell azért, hogy lássunk valamit. Minden sarokba rakok egyet. Puk, puk, és puk. Na. Lehet, hogy ilyen nem üvegből kéne, tudjátok, hanem ilyen láncokból, vagy... nem lánc az, mi az, tudjátok? Rács! Na végre megtaláltam a helyes szót. Ilyen rácsosan kéne megcsinálni, ez tök menőn néz neki. Ide mondjuk egyet. Akkor ide. Ilyen kis kukucskáló. Kukucs! Király. És lentre is, au! Csinálok ilyen kukucskálót. Kukucs! Ide is. Ide mondjuk egy hosszabb kukucskálót. Oké. Okay. Mondjuk ide nem kell kukucskáló. És valaki azt mondta egyébként nekem, hogy jó ötlet, hogyha rakok le gyapjút a padlóra, mert elméletileg akkor arra nem terem szörny, vagy valami ilyesmi, javítsatok ki, ha tévedek, de valami ilyesmit mondtak, írtak komment szekcióba, úgyhogy köszönöm szépen a tanácsot, nagyon kis cukik vagytok. Na, ez amúgy egyre jobban néz ki. Tetszik, tetszik. Majd lesz még egy emelet, és akkor ilyen tök cuki kis boszorkányos lesz. Na, de most menjünk vissza, mert már rohamot kapok itt. Akkor ebben a részben a pokollal való dolgunk már
be is fejeződött. Itt szerettem volna csinálni, azért is hoztam el itt a kerítést, meg a kapukat, hogy szerettem volna itt egy ilyen elválasztót, hogy ne tudjanak a kutyák utánam jönni, hogyha én azt mondom, hogy nope. Bár amúgy oda tépéznek, hogyha úgy van kedvük, úgyhogy tök mindegy. Hogy kéne itt kialakítani, mert olyan szépre megcsatos, annyira tetszik amúgy nektek, és nagyon örülök, mert én is imádom. Olyan jól néz ki, és ó, este van ki kinyugalomban. Ki kéne sütnöm követ, mert olyannyira szép, én nem akarom ezt megváltoztatni a padlót, mert szerintem ez így jó, ahogy van. Ez pont jól néz ki, és itt is tök jól néz ki, hogy ilyen szép, sima. Úgyhogy itt is meg kéne szerintem csinálnom azt, hogy ide kéne két darab kő talán. Valahogy így. Mert így jövök le. Vagy ide! Jó, ezt a... Mire eldöntöm, hogy hol lesz egy kapu, ezt ti úgyse fogjátok látni végig. Az egy vágás lesz, de én itt most nagyon sokat fogok gondolkodni. Vagyis hát remélem nem. Jó! Így lesz. Egy. Itt pedig csinálok egy... Já, már csak egy kell! Egy kell! Köszi! Na. Puk! Csak hogy gyönyörűen. A bányát szebbre tudom megcsinálni, mint a házakat fönt. Jó, a farmház jó lett. Az tény. És így. Voilà! Művészet! Na, ez is megvolt. Az a kérdés basszus, hogy ezt a két lámpást hova rakjam, mert ide akarom valahova rakni. De fogalmam sincs, hogy hova rakjam, hogy jól néz neki. Mi lenne, hogyha mondjuk minden bejáratnál lenne egy? Hát ez nagyon hülyén néz ki, elnézést kérek szépen. Nem lehet ezt rárakni a fára? Erre. Nem, úgy tűnik nem. Oké. Akkor ezt a két lámpát még fogalmam sincs. Lehet, hogy akkor úgy kéne majd csinálni, hogy valahol itt lesz a lámpa, mert hogy ide akartam csinálni valami emeletes ágyat, vagy mit hadovált, amit nektek az előző részbe. Úgyhogy ezt meg is csinálom ide. Ilyen kis galéria. Hello, vas! Na. Arra gondoltam, hogyha már ennyi ilyen diorit van, ami szerintem tök felesleges, mert nem tudom mire használni, használjuk ilyen dísznek, és akkor legyen mondjuk az emeletes ágy egyik fala az ilyen, mert az jól néz neki, nem? De amúgy így is eléggé jól néz ki, mint ami különleges bejárat lenne, amúgy esküszöm. Na mindegy. Oké, akkor ennyi volt, nincs több itt, kész. Kész. Jó. Hát ez itt meg micsoda? Mi ez a look? Ez a tátongó look. Please. Oh my god, a véletlenek születte ötlet következik. Figyelj. Így. Az egyik dilámpe. Az akkor legyen egy ilyen... Valahogy... Figyi... Szerintem tök cuki. Imádom! És akkor ide is rakok majd egyet az emeletes ágyhoz, csak még nem csináltam meg az emeletét. Úgyhogy azt még nem tudom. Akkor hogy is legyen ez az emelet? Ezt itt mindenképp ki kéne még itt ütni. És akkor... Ezt most befalazom, mert fura nem tudom, mit akarok még ide. Hoppá! Puk! Akkor. Egyel beljebb még, mert itt nagyon kicsi lesz a hely, nem? Itt jövök föl. Hát... Egyel följebb inkább. Ezt itt kiütjük. Puk-puk. Egy-sni. Nem ásszatok a fára, mert meg fogtok sérülni! Tessék leülni! Nem hiszem el! Érünk! Lefele! Kisgugya! Gugya! Gyere lefele! Tudod mit? Ülj akkor ott! A fa tetején!
Ez a kutyák dolga végül is. Olyan hihetetlenek. Na, ide rakom akkor az ágyat, meg is van itt az emeletes ágyunk, ami amúgy nem emeletes ágy, hanem egy galéria, ugyanúgy. Mindegy, nem baj. Viszont... jó, oké! Ezt majd folytatni fogjuk mindenképpen, mert még nem tudom pontosan, hogy hogy szeretném megcsinálni. Szokásosan nyugodtan írjatok nekem ötletet komment szekcióba, hogy hogy legyen, mert szerintem egész jó lesz, de még nyilván ezen majd fogunk alakítani, úgyhogy be fogjuk majd fejezni, de viszont ezt csak a következő részre fogjuk folytatni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és itt voltatok velem. Magic Dog. Hello, mommy. Üdv köztünk. Őszintén most tényleg nem tudom, hogy honnan jött ez a kutya, de újra megnézem az előző videót, mert lehet, hogy annyira vak vagyok csak, hogy ott volt, mégse, de írjátok már le nekem, hogy tényleg volt, vagy nem volt, vagy hogy, mert esküszöm, hogy nem játszottam videón kívül. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy honnan jött. Szerintem ez ilyen... nem tudom, hogy Minecraftban történt-e már ilyen, hogy véletlen lett egy negyedik kutyátok, vagy mikor szaporodhattak, tényleg nem vettem észre. Na mindegy, úgyhogy akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy velem voltatok, nagyon remélem, hogy tetszett. A következő részben majd folytatjuk tovább a dolgokat, és majd kicsit folytatni fogjuk a fenti részt is. Szóval a következő részben fent fogunk kezdeni, és majd utána a bányát is fogjuk folytatni. Ha tetszett, akkor mindenképp írjatok nekem egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem vagytok és szeretnétek, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!